Nagyszabású beruházás, 700 millió forintból építkezik a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyházán. Egészséges életmód, óvodáskorban érdemes a diákoknak megtanítani a tudatos táplálkozás és a mozgás fontosságát. $700 millió állami támogatásból építkezik a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy olyan többcélú épület együttes húznak fel, amelyben helyet kap az 1500 tételből álló főiskolai könyvtár, illetve a görög katolikus egyházművészeti gyűjtemény is. Az új helyen tágas kiállítótereket, korszerű raktárakat, jól felszerelt restaurátor műhelyeket, adminisztrációs és múzeumpedagógiai helyiségeket is kialakítanak. Itt a Hittudományi Főiskola épülete mellett kezdődik majd az egyház építkezése, várhatóan idén ősszel. A több célú kulturális épület egy múzeumot takar és egy tanulmányi ház létrehozását. A több száz négyzetméteres új épület turisztikai célokat is kiszolgál majd, de itt kap helyet a görög katolikus egyházmegyei könyvtár, restaurátor műhelyeket és kiállítóteret, valamint korszerű raktárakat is kialakítanak majd. A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola azon kívül, hogy teológusokat, a leendő görög katolikus papokat képzi, kántorképző, azon kívül egy jelentős felnőtt képzési palettával rendelkezik, és azon túl, hogy ezek a képzések hétvégén vannak, és ez a tanulmányi ház kiszolgálja ezeket a hétvégi tanulókat. Azon kívül a főiskolánk a Pápai Gergely Egyetem agregált intézménye, és jelentős kutatómunka folyik a főiskolánkon. A lendület kutatóprogramnak a nyertesei, egy fontos helyszíne a főiskolánk, és számtalan évente több konferenciát szervezünk. Vendégprofesszoroknak, konferencia résztvevőknek fontos, de mégis a leghangsúlyosabb része ennek a fejlesztésnek az a múzeum lesz. A görög katolikus egyházművészeti gyűjteményhez jelenleg nehezen fér hozzá a közönség, illetve a könyvtár állománya is helyhiánnyal küzd. Ezeket is orvosolja majd az új épület. 2017 évvégén vált nyilvánossá, hogy 600 millió forint kormánytámogatást kap a görög katolikus metropólia. Akkor elkezdődött a tervezési folyamat Balázs Mihály vezetésével, aki a főiskola épületét is tervezte. Várhatóan idén ősszel már az alapkövet is elhelyezik a belvárosban. Mindenképpen egy olyan épületet szerettünk volna, és szeretnénk Nyíregyháza szívében, Nyíregyháza belvárosában felépíteni, ami nem egyszerűen csak a görög katolikus egyháznak szól, és a görög katolikus egyházról szól, hanem Nyíregyháza városát gazdagítja azzal a kulturális és turisztikai kínálattal, amit mi ezen az épületen keresztül nyújtani tudunk, a várost és az ide érkezőket szeretnénk gazdagítani. Tehát nem egy szűken véve felekezeti intézménynek a létrehozására törekszünk. Jó lehet az egésznek a tartalma és az arculatának az egy görög katolikus egyházi múzeum, történeti és művészeti múzeum, de a programjai és maga a terei, amiket kialakítunk, ennél sokkal tágabbak és nyitottabbak lesznek. Nyíregyháza és Mária Pócs, de lényegében egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is a magyarországi görög katolikusok központja, ezért tervezték a megyeszékhelyre az új épületet. 5,6 millió adózó várhat segítséget a Nemzeti Adó és Vámhivataltól a bevallási tervezetek kapcsán. Webes felületen már több mint egy hónapja elérhető ez a tervezet, amelyet ha nem hagynak jóvá, május 20-a után automatikusan bevallássá válik. Sokan még mindig elfelejtik, vagy nem is tudnak róla, hogy a súlyosan fogyatékos magánszemélyek havonta 7450 forint adókedvezményt vehetnek igénybe. Egyre többen rendelkeznek ügyfélkapuval, amelynek segítségével elektronikusan megnézhetik, illetve módosíthatják a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet. Akik március 18-áig kérték, azok április 30-áig postai úton kapják meg a tervezetet. Aki nem élt ezzel a lehetősége, az május 20-áig még nyithat ügyfélkaput, ahol számára is elérhető lesz a megtekintés és a módosítás. Akik pedig a hagyományos, papíralapú módszert részesítik előnyben, azok számára ügyfélszolgálaton kinyomtatható a tervezet, és az ott dolgozók segítenek a kitöltésben is. Fontos, hogy ha valaki elfogadta a tervezetet, már nincs lehetősége annak módosítására.
Országosan már 5,6 millió adózó várhat segítséget a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a bevallási tervezetek kapcsán. Ugye az idejében bővült az a kör, akiknek elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezt a tervezetet, így már az egyéni vállalkozók is élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy benyújtsák ezt. Természetesen nekik, illetve az őstermelőknek, valamint az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is ki kell egészíteni a pénzügyi adataikkal ezeket a bevallási tervezeteket. Automatikusan az ő részükre nem válik május 20-án bevallásra ez a tervezet. Azonban minden más magánszemély részére pedig igen. Természetesen nekik is érdemes átnézni ezt a bevallási tervezetet, hiszen lehetnek olyan jövedelemforrások, amelyekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincs adatszolgáltatása. Ilyen például a munkabérből származó jövedelemnek minősülő ingatlan bérbeadása is. Sokan nem tudják azt sem, hogy vannak olyan betegségek, amelyek után a magánszemélyeknek havonta 7450 forint adókedvezmény jár. Ilyen például a hallási, látási vagy mozgásszervi fogyatékosság, a laktózis gluténérzékenység miatt fellépő betegségek, az egyes típusú és a szövődményekkel járó kettes típusú cukorbetegség. Ők az adóbevallás szempontjából a kormányrendelet alapján súlyosan fogyatékos személynek minősülnek. Ezek a személyek az SZIA benyújtásakor a bevallási tervezetben szerepeltethetik a súlyosan fogyatékosság után járó kedvezményeket, akár 5 évre visszamenőleg is. Nagyon sokan nem tudják, hogy akik a korábbi években nem vették igénybe ezt a fajta kedvezményt, azok egy bevallás módosítással, tehát egy revízióval 5 évre visszamenőleg igényelhetik még ezeket a kedvezményeket. Természetesen ezt fel kell tüntetni a bevallási tervezetben is, illetve a jogosultsági hónapokra vonatkozóan meg kell jelölni azokat az adatokat, amelyekben kérik ezt. Az 1+1%-os felajánlás is problémát okoz még néha, évente átlagosan 150 ezer ember rontja el az erről szóló nyilatkozatot. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy csak olyan civil és egyházi szervezetnek ajánlják fel az 1%-ot, akik jogosultak erre, ezt a listát pedig a NAV honlapján elérhetik. Ha valaki nem módosítja az előző évi egyházi felajánlást, idén automatikusan ugyanaz a szervezet kapja az összeget, míg a másik 1% az államkasszába kerül. A törvények szerint a fel nem ajánlott, elkülönített számlán szereplő 1%-os összegeket különböző pályázatok finanszírozására fordítja az állam. Egyre fiatalabb korban kell elkezdeni az egészségtudatos nevelést, vélik a szakemberek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tisztifőorvos kiemelte, ehhez azonban szükség van a pedagógusok és a szülők, illetve az intézményi védőnők együttműködésére is. A szakemberek célzott programokon keresztül tudnak segíteni a diákokon, például elhízás vagy gerincferdülés esetén. A magyar lakosság rossz egészségi mutatói a nem megfelelő egészségmagatartással állnak összefüggésben, ezért fontos az egészségkultúra fejlesztése hazánkban. Erről beszélt az országos tiszti főorvos budapesti sajtótájékoztatóján. Az Eurostat 2015-ös kutatása szerint Magyarországon a 15 és 19 éves fiatalok ötöde már túlsúlyos vagy elhízott, több mint 40%-uk kipróbálta a dohányzást, 80%-uk ivott már alkoholt, és saját bevallásuk szerint 18 éves korukra a magyar fiatalok 40%-a volt már részeg. Az adatok alapján szükség van az iskolai keretek között végzett egészségfejlesztésre, hiszen sok időt töltenek az intézményekben a gyerekek, nagy hatással van az iskola a diákokra. A Nyíregyházi Bem József általános iskolában már 30 éve működik a testnevelés tagozat. Az ott tanulóknak már a kezdetektől mindennapos a testnevelés óra. Azt gondolom, hogy azok az eredmények, amit az elmúlt 30 év alatt a BEM elért a sport tekintetében, nagyon sok mindent mondanak arról, hogy mi a véleményünk az egészséges életmódról és a mozgásról. Nagyon fontos számunkra, hogy a sportot, a mozgást, az egészséges életmódot már egészen pici korba a gyerekekkel megszerettessük. Ezért nagyon sok programot indítottunk. Ugye az iskolánkban a fiú kézilabda, a lány röplabda, és korábban a játékos sport volt az, amivel nagyon szép eredményeket értünk el, és amelyet nagyon szeretnek a gyerekek. Ebből a lány röplabda és a fiú kézilabda a mai napig nagyon intenzíven működik. Az intézmény számos felszereléssel rendelkezik, így a modern edzések is szerepet kapnak a testi órákon, mint például a TRX, de az egyensúlyozó félgömböt is használják a tanulók. Pár évvel ezelőtt új típusú iskolai fizikai állapotfelmérést vezettek be az intézményekben. A NetFit, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségteszt segítségével 9 mérést alkalmazva ellenőrzik az általános és középiskolások egészségügyi állapotát.
A régebbi felmérésekkel szemben ezeket az adatokat nem osztályozzák, így a diákok nem egymással versenyeznek, hanem saját eredményeiket próbálják javítani az évi egyszeri felméréseken. Az adatok mentésére egy online adatkezelő rendszert építettek ki. Ennek a segítségével tudják figyelemmel kísérni a diákok egyéni fejlődését. Egy egészségzónát mutat a gyerekeknél, nem pedig darabszámra és másodpercre kell teljesíteniük, és ezért van egy egészségzóna, egy fejlesztésre szoruló, illetve egy fokozottan fejlesztésre szoruló zóna, és abban a gyerek megtalálja, hogy ő a elvégzett munkája után melyikbe tartozik, és akkor annak megfelelően esetleg megpróbál javítani, de érdekli a gyerekeket, és szívesen bogarásszák, hogy ők melyik zónába tartoznak. Az egészséges életmódra nevelést egészen kisgyermekkortól kell elkezdeni. Már vannak olyan programok, amelyek a 4-5 éves óvodásoknak szólnak. Ennek hosszú távú eredménye, hogy megtanulják az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságát, valamint jótékony hatásait, hangsúlyozta a Szabolcs megyei tiszti főorvos. Ehhez azonban szükség van a szülők, a pedagógusok és a szakemberek összefogására. Ide tartoznak az intézményi védőnők is. A prevenció sokkal egyszerűbb mód, mint a kialakult rossz szokások visszaszorítása. Felnőtt korban nehezebb akár a káros szenvedélyekről is leszokni. Már óvodáskorban bevezették a mindennapi testnevelést, ugyanez iskolákban is érvényes, egészen a gimnáziumokig, illetve a felsőoktatási intézményekig. Ugyanakkor az egészséges táplálkozásnak is megvannak azok az alapszabályai, ami révén a gyermekek egészséges ebédet kapnak, a 10 órai is annak megfelelően lett összeállítva, hogy a megfelelő tápanyagokhoz hozzájussanak. A szakemberek célzott programokon keresztül tudnak segíteni a diákokon, például elhízás vagy a gerincferdülés esetén. Új fókával gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark kaliforniai oroszlánfóka csapata. A kis úszólábú a karantén időszak letelte után megkezdte a tréningeket, és már a névadója is megtörtént. A látogatók több száz javaslata közül gondozói a Barni nevet választották neki. A park vendégeinek már is nagy kedvence Barni. A nemrég érkezett kisállat is elkezdte a fókasuli padjait koptatni. A 2,5 éves himivarú oroszlánfóka Lengyelországból érkezett, és Franszal a 3 éve itt élő 4 éves állattal gyakorol együtt. Míg az idősebb 13 éves állatok, Gino és Leon más időpontban mutatják be tudományukat a látogatóknak. Gino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra, több éve ők a Nyíregyházi Állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. A park oroszlánfókái jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak. A látványos súelemek mellett az állatorvosi vizsgálatok elvégzését segítő feladatokat egyaránt elsajátították, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon. Egy-egy feladat betanítása típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. Mindegyik fókánknak megvannak a kedvenc gyakorlatai. Leon például nagyon szereti a vizes feladatokat, ilyen a motorcsónakozás vagy bójaugrás. Gino nagyon ügyesen tudja a labdát egyensúlyozni, így az ő kedvence inkább a labdás gyakorlatok. Franci is rengeteg gyakorlatot elsajátított már az évek során, azonban neki a kedvence a csúszdázás, amit akkor is meg szokott csinálni, hogyha senki sem látja. Ezt a csúszdázást már a legkisebb fókánk Barni is megtanulta, amit nagyon szeret. A fókák szívesen játszanak egymással és a gondozóikkal. Oktatásuk is hihetetlenül játékos természetükre épül. Barni az állatpark kaliforniai oroszlánfóka csapatának legfiatalabb tagja is, egyre ügyesebben oldja meg a feladatokat. A kis fókán tanítását már megkezdtük, nálam, mint a legtöbb kis fókánál, az alapok elsajátítása a cél. Ilyen a maradás, hívásra jöjjön hozzánk, menjen vízbe, hogyha vízbe küldjük. Mindemellett természetesen az új környezetet is meg kellett szoknia. A Nyíregyházi Állatpark játékos fókasuliában a trénerek kéz- és hangjelekkel kommunikálnak az állatokkal. Pozitív megerősítést használnak, tehát haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után.
Az oroszlánfókák csak tengeri halat esznek, étlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal is szerepel. Nem az a cél, hogy mindenkiből élversenyző legyen, hanem az, hogy minden fiatal mozogjon, sportoljon, mondta Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. A korábbi olimpiai bajnok legalább 3 éremre számít az úszóktól a tokiói olimpián. Az úszás alapsporták több ok miatt is fontos, hogy már gyerekkorban biztonságban érezze magát mindenki a vízben. A Minden gyerek tanuljon meg úszni program keretében évente közel 100 000 gyerek sajátítja el a sportág alapjait, a tehetségesek pedig versenyzőként folytathatják tovább. A tanúszoda építési programnak köszönhetően egyre több településen nyílik lehetőség az úszásoktatásra, és ezzel együtt szélesedik a sportág bázisa is. A Magyar Úszószövetség elnöke elmondta, hogy több mint 5000 igazolt versenyzőjük van, akik fejlődéséhez minden lehetőséget igyekeznek biztosítani. Nem az a cél azért, hogy mindenkiből, vagy sokakból élversenyző legyen, hanem az a cél, hogy mindenki válassza a mozgást. Az úszásról nem beszélek, talán csak egyet, hogy életünk első 9 hónapját is vízben kezdtük, az anyamében, és aztán pancsoltunk apukával, anyukával a fürdőkádba. Ezek lehet, hogy ilyen buta megnyilvánulások, gondolatok, de tehát igaz. És az emberi testnek, az emberi mozgásnak a legközelebb az úszásáll, és nem azért, hogy nagyon népszerűsítsem, de hát ez tény, és nem is azt mondom, hogy az a cél ezzel, hogy feltétlen csak a tehetség kiválasztásra koncentráljunk. Az is jön egyébként, mert ha vannak mesteredzők, jószemű oktatók, ki fogják választani. Az úszás az egyik magyar sikersportág. Az 1980-as olimpián 200 méteres hátúszásban bajnoki címet szerző Vladár Sándor a 2020-as tokiói olimpián is érmeket vár az úszóktól. Én nem vagyok azért olyan szakember, mint a szövetségi kapitányaink, tehát nem is szeretnék nagyon jóslatokba bocsátkozni, de ha mégis, akkor azt mondom, hogy 2-23 érem egy vagy két versenyzőtől, inkább az utóbbi. 3 érem. Két versenyzőtől. 56 válogatott versenyzőnk van, ifi és felnőtt válogatott versenyzőnk van, ők megkapják mindazt a lehetőséget, ami a felkészüléshez kell. Meleg égű edzőtábort, hazai versenyeket, külföldi versenyeket, világkupa. Ugye most ebben az évben 4 nagy világversenyt rendez, relatíve nagy világversenyt rendez Budapest, a Champion Swim Series új kezdeményezés, május 17-18, azt követően lesz egy balatonfüredi nyíltvízi világkupánk, egy junior világbajnokság, és majd ősszel pedig egy medencés világkupánk. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket megkapják a felkészülésben résztvevő úszók. A válogatott keretekben nyíregyházi úszók is vannak, Szurovcsák kivette az Univerziádén, Hadházi Dóra és Trizner Olivér az ifjúsági Európa-bajnokságon, Cserfalvi Olaf és Kovács Péter pedig az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon képviselheti majd a magyar színeket. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Új impozáns épületekkel gazdagodik hamarosan Nyíregyháza. 700 millió forintból építenek új épületegyüttest a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola mellett. Ebben helyet kap az 1500 tételből álló főiskolai könyvtár, illetve a Görög Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény is. A tervek szerint a beruházás 2020 őszére elkészül. A prevenció sokkal egyszerűbb mód, mint a kialakult rossz szokások visszaszorítása. Felnőtt korban nehezebb, akár a káros szenvedélyekről is leszokni. Ezért szükséges már óvodás korban elkezdeni az egészségtudatos nevelést, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tisztifőorvos. A szakemberek célzott programokon keresztül tudnak segíteni a diákokon, például az elhízás vagy a gerincferdülés kapcsán. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 22-én, húsvét hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!